Majd csak lesz megoldás. Grace a könyvelés nézi, csak kitalálunk valamit. Amint kihűl a siló, megkeressük a gyűrűket. Csak a takarmány marad nekünk. Rá se néztem ebben a hőségben. Nem tehetsz róla. Már napok óta melegedhetett, észre se vettük volna. Maradt egy kevés. Az nem elég. A tyúkok se laknak jól vele. Akkor mit tegyünk? Fogalmam sincs. Alex, annyira sajnálom. Elvesztettem a jegygyűrűinket. Amikor a kezemet fogtad, és ígérted, hogy szeretni fogsz, és vigyázol rám, igazat mondtál. Mert valahányszor hozzáértem a gyűrűt, ez mindig éreztelek. Vigyáztál rám, éreztelek mellettem. Alex, merre vagy? Merre vagy? Nem éreznek. Már nem éreznek magam mellett. Hé, segíthetek? Nem. Kösz, boldogulok. Jazz, ami a hívást illeti... Gyakran beszélsz Monikkal? Nem, szó sincs róla. Párszor hagytam neki üzenetet, de most beszéltünk először. Felhívtam, hogy szakítsak vele. Mert van már más. Valaki, aki fontos nekem. De félbeszakított a Shiloh tűz. Így vissza kell még hívnom. Nos, mi lenne, ha addig is elhalasztanánk a randit? Erre semmi szükség. Szerintem fontos lezárni az ügyet Monikkal, mielőtt új kapcsolatba kezdeni. Nincs mit lezárni. Köztünk már réges-rég vége van. Azért akartam beszélni vele, hogy tudjam, vajon felfogta-e. Csak ezért hívtam fel. Akkor jó. De szerintem akkor is várjuk meg, hogy tisztázd. Bejegyeztethetjük a csordát a Spenceri vásáron. Átnéztem a számításokat. Ha 100-at megtartunk, egy ideig etethetjük őket. Tudom, mindet megtartanád, de ez a megoldás, hogy talpon maradjunk. Mit szólsz hozzá? Stevie, minden döntésemmel mellé nyúltam. Úgyhogy bárhogy döntötök, én elfogadom. Amit tegnap mondtam, hogy nem vonz be minket. Nem úgy értettem, hogy lépj vissza. És emiatt ne hibáztasd magad. Szükségünk van rád, mindnyájunknak. Hálás vagyok az igyekezetért. Csak hogy nem lesz kamionunk. Tehát nem tudjuk vására vinni a csordát. Nem jó a kilörnyék kamion? Azzal túl sok forduló lenne. Személyesen beszéljünk a fuvarozókkal. Így is sokkal tartozunk nekik. Nem fognak szóba állni velünk. Nagyon sajnálom. Akkor beszéljen velük valaki más. Jó napot, barátom! Ah, jó napot! Ide hallgasson! Bocsánat, hogy későn szólok, de megduplázták a rendelésünket. 10 kocsi kéne, nem 5. Hát... Rendben van. Hajnali 6-ra ott lesz maguknál 10 kamion. Remek! Vagyis 5 be tudna állni a nyugati legelőhöz. Az út mentén van. Igen, az az út vezet Drovers felé. Igen, igen az. Kösz! Hey! Ugye Stevie, hol a sógornője? Igen. Tegnap kamionokért könyörgött nekem. Ma meg megduplázzák a rendelést. És? Nagyon sajnálom, elszúrtam az egészet. Most már nekünk sincsen kamionunk. Találtam egy elérhető fuvarozó céget, Queenslandiek. Ó, remek. Útközben megállnak, Perthből indulnak Queenslandbe. Elvinnék a marháinkat. Mindegyiket? Igen, konvojban jönnek. 10 kamion. Egyszerre a dupláját is el tudná vinni. Az jó, mert már nekem is kéne. Hiszen ez fantasztikus. Van egy bökkenő. Nem is kicsi.
Időre kell Queenslandbe érniük, nem térhetnek le a főútról. Két nap múlva a Peterson sarkon kellene találkoznunk. Hogyan? Terelünk. Sikerülni fog, de 10 perce kellett volna elindulnunk. Hagyjatok ki. Nos, ezek szerint terelni fogunk. Találkozunk. Jól elszüttyögtetek. Ó! Ó! Menjen, kerüljön meg! Csillagfény? Pajti! Hát te hogy kerülsz ide? Tovább, tovább! Hopp, hopp! Monique! Szia, szép fiú! Én előre megyek. A telefon után nem maradhattam otthon, mintha szakítani akartál volna. Hát... Figyelj, megtettem, amit kértél. Oh! Igen... Kissé kiakadtam, amikor leléptél, de hamarosan bejelentkeztem rehabilitációra, és azóta nem ittam egy kortyot sem. Hopp, hopp, hopp. Azt ígérted, visszafogadsz. 8 hónap telt el. Igen, és 2 hét és 4 nap. Te vagy az! Stevie? Mit keres ez itt? Magánügy. Haladnunk kell a csordával. Az ővő legénye volt. Nem hinném, hogy több Monique-ja is lenne. Ha jól sejtem, nem kedveled. Együtt nőttünk fel, bent a kis ujja köré csavart a kamaszkorunk óta. Az már jó régen volt. Csak kihasználja, mint mindig. Bennel barátok vagyunk. A randi egyértelműen ostoba ötlet. Nem ártana, ha hamar észhez térne. Jazz, ne haragudj, hogy beleavatkoztam.